Helyzetkép című sorozatunk eheti részében Tóth Lajos polgármester az elmúlt hét történéseiről számolt be, többek között említést tett a testületi ülés határozatainak végrehajtási szakaszáról, valamint a TOP és TOP plusz pályázatokról is tájékoztatást adott. Tisztelettel köszöntöm város lakosságát, televíziónézőket. Igen, mindig van aktuális dolog, amiről célszerű illik beszámolni. A múlt héten azért maradt el a tájékoztatom, mert fizető szabadságom terhére távol voltam. Fizikailag nem voltam püspökladányban. Az, hogy események esetleg ne értek volna utol, azt nem állítom. Tehát a múlt héti tájékoztatom emiatt maradt el. Ismeretem szerint jegyző úr a múlt héten tájékoztatta a város lakosságát a január végén tartott legutóbbi soron következő testületi ülésünk döntéseiről. Ezek végrehajtására került sor részben a múlt héten, egyébként ez az általános hivatali rend, illetve a mi munkaelnökezés nagy mértékben befolyásolja a testületi döntésekkel kapcsolatos előkészítő és végrehajtási munka. Múlt héten tulajdonképpen a végrehajtási szakasz volt nagy rész, de már azt is jelenti, hogy a előkészületek is folyamatban vannak. Tehát a múlt héten a korábban testületározott döntések végrehajtása volt folyamatban. Itt néhány dologra engedjék meg, hogy visszatérjek a testületüléshez kapcsolódóan. Több képviselőtársam kezdeményezte is eljelezte, hogy a városban az elmúlt hetekben, hónapokban megszaporodtak azon problémás helyszínek, amelyek különböző közművek, általában víz vagy csatorna hibák feltárása után visszamaradtak rendezetlenül. Sajnos mondhatni, hogy a vízhálózatunk igen sok problémával küzdik, nagyon sok csőtörést, illetve hibát kell elhárítani a Tiszamenti regionális vízmérnök szakembereinek, és magam is elégedetlen vagyok sok esetben azzal, ahogy a helylátási munkátok haladnak. Ez tavaly is így volt, és tavaly egész évben visszatérő problémák voltak. Most is folyamatban van az egyeztetés a TRV illetékeseivel a tekintetben, hogy az eddigieknél hatékonyabban és a lakosság számára is elfogadható minőségben, még ha átmeneti jelleggel is végezzék el a terület helylátási munkálatokat, még a téli és nem éppen ideális viszonyokra tekintettel is. Ismételt kezdeményezést teszek, mert megítésem szerint ezeket nem szabad szó nélkül hagyni, illetve nem kell ezeket ilyen időtartam mentén, tehát több vonalon keresztül elviselni a helyreállítás nehézségeit. Tehát bízom benne, hogy hatékonyan fogunk tudni benne lépni. Mai feladatom részben ez ebben történő pontosítás, egyeztetés. A testületi üléssel kapcsolatban szóltam egy dologról, egy másik kezdeményezés is hadd szóljak. Varga Zoltán képviselő úr kezdeményezést tett a tekintetben, hogy a polgármesteri hivatalunkban legyen lépcsőzetes ügyintézés, ami azt jelenti, hogy eddigi meghirdetett hétfőket szerda délőtt ügyintézéshez képest a ladányból eljáró dolgozók és mások, akik ez időszakban akadályoztatva vannak, esetleg más időpontban is tudjanak ügyeket intézni. Ennek az előkészítése folyamatban van, tegnap egyeztettem jegyző úrral, illetve a hivatal munkatársaival. Valószínű a szerda délutáni időpont lesz kijelölve, de ennek részletei tisztázás alatt, illetve kidolgozás alatt vannak. Amint a döntés megszületik, akkor erről mi hamarabb fogunk tájékoztatást adni. A kezdeményezéssel magam is egyetértettem, már a felvetés pillanatában, illetve korábban is napirendre került ez. Igyekszünk azon lenni, hogy mi hamarabb ez bevezetésre kerülhessen, tekintettel arra, hogy a délelőtti ügyintézési időpont nem mindenki számára elérhető. Tehát támogattam a kezdeményezést, és igyekszünk mi hamarabb megoldást találni a felvetésre. Már a polgármesteri hivatalnál tartunk, ahogy mondtam. Tulajdonképpen három kiemelt feladat mentén folynak a munkálatok hivatalunkban. Azért arról a tájékoztatás, mert nyilvánvalóan napi ügyek vannak, és igen nagy számban fordulnak hozzánk napi tennivalók ügyekkel város esetenként a térség lakossága. Természetesen ezek a mindennapi munkánk része is, és igyekszünk abban is a határidőket minél szűkebbre szabni, ügyintézés határidőket minél szűkebbre szabni, és helyek közel úgy gondolom, hogy a törekvés sikeres is. Ezen túl három dolgot hadd emeljek ki, ami most nagyon napirenden van.
Egyik a testületülésen is több költségvetésünket érintő, közönkéntes költségvetésünket érintő döntés hozott képviselőtestületünk. Természetesen ezek, illetve a egyéb intézményeztetések eredményének költségvetési tervezet formában történő döntése van folyamatban. A múlt héten is történtek intézményi és egyéb partnerekkel történő egyeztetések. Tegnap délelőttöm nekem arra ment, hogy egyeztettem a pénzügyi iroda munkatársai vezetőivel, a tervezet összeállítás alatt van. A jövő héten, február 15-ig kell ezt a tervezetet összeállítani, és úgy néz ki, hogy ennek így valami semmi akadály nem lesz, hogy összeálljon. Nyilván a héten még bizonyos részletkérdések tisztázása van folyamatban, de összességében várhatóan a költségvetésünk időben benyújtásra kerülhet képviselőtestületünk felé, és bízom benne, hogy ezen fontos területen a döntést februári testületülésünkön meg fogjuk tudni hozni. Tehát a Városgazdálkodási Irodánk irányításával egyik kiemelt munkafolyamat ez. Közikirodánk mindennapi feladatokon túli kiemelt és időszakos feladata a 2022. április 3-ára kitűzött országgyűlési választások előkészítése, azzal kapcsolatos munkálatok lefolytatása. Ismertem Szent Jézus úr erről külön tájékoztatást fog adni. Magam mondjam azt, hogy figyelemmel kísérem az előkészítő munkálatokat, de igazán ez a Jézus úr és szűk stábjának feladatköre. Természetesen a harmadik irodánk sem maradt ki a kiemelt feladatok közül. A városfejlesztési irodánk szintén a napi feladatokon túl a korábban megrekedt, illetve a folyamatban lévő pályázataink megvalósítása, azzal kapcsolatos mindennemű ügyintézés, illetve a TOP plusz pályázataink és tavaly begyűjtött egyéb pályázatainkkal kapcsolatos mindennemű ügyintézés, előkészítés, döntés előkészítő és tervezés, minden egyéb folyamatok végrehajtása zajlik. Engedjék meg, hogy két dologról külön szóljak. Tavaly soron kívül volt lehetőségünk beltöröti belvizeletési projektet benyújtani. Valamikor az elmúlt időszakban tájékoztattunk arról, hogy ez a pályázatunk nyert, ez nagyságrendileg mindegy 200 millió forintos keretösszegű. A kiviteli tervek elkészítése folyamatban van, én nagyon várom már, hogy ezek kész stádiumban legyenek, mert amint a kiviteli tervek elkészültek, indul a közbeszerzési eljárás, annak előkészítő munkálatai most is folynak. Van egy másik tavaly benyújtott pályázatunk, mégpedig a külterületi utak fejlesztése céljából benyújtott pályázatunk, amiről nemrég adtam tájékoztatást, közel 300 millió forintos megközelítőleg a benyújtott igénye azonos mértékű támogatást nyert ez a pályázatunk, amely mintegy 5 kilométeres külterületi út alap építését, illetve megvalósítását tartalmazza. Itt is a tervezési fázisban van, kiviteli tervek elkészítési fázisában van a munkafolyamat. Amint a kiviteli tervek elkészültek, annak is előkészítése stádiumában van a közbeszerzés. Ebben is ugrásra készen vagyunk. Én nagyon bízom benne, hogy és azon vagyunk minden erőnkkel, hogy ezek a célkitűzéseink idejében megvalósításra kerülhessenek. Az előkészítő munka, közbeszerzés és a többi egyebek elég bonyolult és összetett, és komoly belső határidőkkel bír, de én bízom benne, hogy ezeket úgy tudjuk feszítetten előrevinni, hogy a tényleges kivitelezés még az év folyamán a megfelelő időjárás és egyéb körülmények mellett megvalósítható legyen. Minden törekvésünk ezen van. Folyamatban van a tavalyi BMS pályázatú megvalósítása, amiben út és járda megerősítés és kialakítás jelöltünk meg. Batyá utca egy bizonyos szakaszának felújítása, Honvéd utca bizonyos szakaszának és Vajda utcai részének felújítása van napirenden. Itt is a terveket várjuk, hamarosan elkészülnek, és a pályáztatást szeretnénk mi hamarabb lebonyolítani annak érdekében, hogy ez reményem szerint a tavasz folyamán megvalósítási fázisba kerülhessen.
nem látványosak ezek a munkádok, amelyeket most végeznek munkatársaink, de nagyon aprólékos és időigényes, és ahhoz, hogy a projektek időben és megfelelő tartalommal megvalósulhassanak, elengedhetetlen a mostani feszített ügyintézés, előkészítési folyamatok végrehajtása. A polgármester továbbá említést tett dr. Komoróci Károly ügyvezető igazgatóval történt egyeztetéséről az oltási akcióhéttel kapcsolatban. Nemrég egyeztettem dr. Komoróci Károly igazgató orvos úrral egyrészt a Covid oltási akcióval kapcsolatosan, mint korábban ő is és magam is tájékoztatást adtam arra többször, hogy januárban oltási akció folyt, amely regisztráció nélkül adott lehetőséget házi orvosoknak, illetve a szakrendelőben történő oltás felvételére. Időközben központi döntés született arról, hogy januárban ez az akció folytatódik. Mondhatni, hogy januárban sikeres volt, több esetben az előre kiküldött vakcina mennyiséget hétvégén még pótolni kellett, szombaton pótolni kellett, mert nagyobb volt a kalkulátnál a jelentkezés. Most valamelyest már csökken az érdeklődés, de még mindig most a hétvégén 70-80 fő volt, tehát a következő hetekben is lesz erre lehetőség. Arra kérek mindenkit, akinek aktuális az a oltásfelvétel, az jelentkezzenek a szakrendelőben, vagy a házi orvosuknál. Még egy dolog a rendelőintézet környékéről. Igyekeznek a munkatársaink összes szakrendelésen a megfelelő feltételeket biztosítani, illetve a lehetőség keretein belül feladatokat ellátni. Nemrég felvetésre került az a probléma, miszerint kérdésé vált az allergológiai szakrendelés püspökön történő megtartása. Doktornő jelezte, hogy kiegészítő finanszírozás nélkül ezt a szakrendelést csak Debrecenben tudná tartani. Ebben megkerestük a térség polgármestereit. A héten nekem szintén futtam egy kört, kell egy kört ebben, hogy társtelepülések, akiknek lakosai is igénybe veszik ezt a rendelést, milyen véleménye vannak a forrás kiegészítési igény kapcsán. És természetesen doktornővel is igyekszünk egyeztetni annak érdekében, hogy ez a rendelés püspökölányban kerülhessen a később is megtartása, úgyhogy hogy doktornő számára is a lehetőség biztosított legyen. Tóth Lajos továbbá fontosnak tartotta megemlíteni, hogy interjúja után egy a minden évben megtartásra kerülő gyermekvédelmi tanácskozáson vesz részt a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központban. Most ma kedden reggel beszélgetünk, és hamarosan indulni fogok egy gyermekvédelmi tanácskozásra. Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ által kerül megtartásra az a ismétlen magam gyermekvédelmi tanácskozás, amely az elmúlt évben is megtartásra került, és most is sorra kerül. Nagyon fontosra tartom, hogy a tanácskozás keretén belül azok a szakemberek, akik megjelennek, egyeztessék a tapasztalataikat, a tennivalókat, jelzőrendszerek kapcsolatos egyeztetések, illetve tapasztalatok leszűrése is kell, hogy megtörténjen, és minden egyéb olyan szakmai kérdés, amely a kiki saját tapasztalat eredmény alapján a közös munkát előre viszik, úgyhogy fontos, hogy tartom a tanácskozás, és bízom benne, most is sikeres lesz, mint az elmúlt években ismereteim és információm szerint valamennyi alkalommal. Végezetül a polgármester elmondta, a közterületi koratavaszi munkálatok felgyorsítását kezdeményezi. Sürgetném és szeretném felgyorsítani a közterületi időszakos feladatokat. Itt a fászáll növények téli karbantartása, szükséges mértékű gajazása, esetleges fakivágások elrendelése, az, ami aktuális teendő. Hamarosan egyeztetek ezügyben jegyzőrral, illetve a városi üzemeltető Kft. Ügyvezetőjével. Felé fogom jelezni, a városi üzemeltető Kft. Vezetője felé, hogy itt a téli időszak, fagyos időszak elmúltával ismét kezd rendezetlennél válni a város, mint ami decemberben egy kicsit jobb képet mutatott, úgyhogy erre külön erőfeszítést kérek, hogy a
fagyos idő elmúltával rendezzük a közterületeinket. Erre kérem egyébként a város lakosságát is, hogy a saját illetékességi területükön, tehát a portáljuk környezetében belül és kívül is tegyék meg azokat a koratavaszi-tavaszi munkátokat, amelyek aktuálisak. Fontosnak tartom, hogy ebben ne álljanak meg a folyamatos feladatellátások, mert korábban elért eredmények, amelyekkel nem voltam maradéktalan elégedett, de ezzel együtt azt mondom, hogy sokak által észrevehető volt a korábban állapothoz képest javulás, de bőven van még tennivaló. Úgy gondolom, hogy erre közösen komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy környezetünk állapota rendezettebb, tisztább legyen. Városrészről magam ezeket forszírozom, és kérem a lakosságot is, hogy legyenek ebben aktívak, illetve együttműködőek.